itt ülünk a Tibi Dobó pékségben, és már maga a neve is olyan nagyon-nagyon megkapó. Mégis mit jelent, hogy lehet ezt valamire asszociálni erről a névről? Igen, a Tibi Dobó egy latin eredetű szó, előfordul a Bibliában is több részletben, és ha szeretnénk lefordítani, akkor valami olyasmit jelent, hogy neked adom, és a pékség is ezt szeretné képviselni, hogy a termékeit olyanoknak adja, akiknek erre kifejezetten szüksége vagy igénye van. És kik lehetnek azok, akiknek erre például szükségük, vagy éppen igényük van, ahogyan te használod ezt a szófordulatot? Egyrészt, akiknek valamilyen allergéntől mentesen kell táplálkozniuk, vagy azért, mert olyan diagnosztizált állapotuk van, vagy pedig, mert valamilyen saját elhatározásból döntöttek úgy, hogy valamilyen allergéntől, gluténtól, laktóztól, tejtől, akár állati eredetű termékektől mentesen táplálkoznak. És szakértőként te ezt olyan jónak tartod, hogy én saját akaratomból eldöntöm, hogy én akkor mától nem szeretnék glutént vagy éppen laktózt tenni. Ez egy jó döntés a részemről, vagy inkább menjek és forduljak egy szakértőhez, egy gasztroenterológushoz? Mi az, amit javasolnál? Ha szakmailag nézzük, akkor az, hogy valaki valamitől mentesen táplálkozik, az így önmagában nem jelenti azt, hogy az jó vagy rossz, fekete vagy fehér. Függ attól, hogy az egyén maga mire van szüksége táplálkozás élettanilag, és hogyha ehhez tudja azt párosítani megfelelő információk birtokában, hogy semmiben ne szenvedjen úgymond hiányt, akkor szakmailag nekünk illik és kell is tiszteletben tartani, hogy valaki így dönt, és feladatunk az, hogy hiteles információkkal segítsük, hogy ő azt milyen úton, módon, formában tudja betartani. Ettől függetlenül egy mentes táplálkozás, hogyha nem a kellő tudatossággal történik, akkor kialakulhatnak olyan hiányállapotok, abból fakadóan, hogy túlságos megszorítások vagy szélsőségek jellemzik az étrendet, amit viszont szakmailag nyilván senkinek nem javasolunk, vagy senkinek nem kívánunk. Ezért érdemes mindig szakemberhez, ilyen esetben leginkább dietetikushoz fordulni, aki az egyéni igényeknek és szükségletnek megfelelően segít összeállítani a megfelelő étrendet. Ugye van, amikor eldöntjük, hogy most szeretnénk valamiről lemondani, tehát éppen mentesen étkezni, akár minden mentesen is, és vannak, amikor van bizonyos egészségügyi tünetek, ami alapján orvoshoz, szakértőhöz kell fordulnunk. Mik azok a tünetek, ami alapján mindenféleképpen forduljunk orvoshoz, és nem magunk akarjunk életmódot, étrendet váltani? Mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, hogyha hosszú távon fennáll olyan gyomor vagy bélrendszeri tünetpanasz, ami korábban nem volt jellemző, illetve ha bármi olyan tünetünk van, ami akár a szervezet bármelyik pontját érinti, és szintén olyan formában, amit eddig nem tapasztaltunk, illetve ha ez már valamilyen kellemetlen állapotot jelent, de ilyenkor általában már szoktak is orvoshoz fordulni az emberek. Lehet ezt akár egy házi orvosi konzultációval kezdeni, utána általában szakorvosi vizsgálat következik, és javasolt is, és a megfelelő vizsgálatok, laboreredmények, diagnózis birtokában érdemes dietetikushoz fordulni, aki az alapján, illetve az egyéni ízlés, igény felmérése után segít összeállítani az étrendet. Mennyire nehéz átállni erre az új életformára? Én úgy gondolom, hogy a megfelelő információk birtokában, illetve a szakemberi segítség pont erre is kiterjed, hogy nem csak a mit szabad és mit érdemes kérdésekre válaszol. De mi az, ami tilos, ugye rengeteg a lista, nagyon hosszú lista, hogy mi az, amit nem mehetünk. Így van, tehát hogy nem csak erről szól egy dietetikai konzultáció, hanem abban is segítjük a pácienseket, hogy ezt milyen formában tudják megoldani, honnan tudják beszerezni, mire érdemes figyelni, akár a beszerzéskor, akár az otthoni ételkészítéskor, vagy ami teljesen életszerű, hogyha nem otthoni körülmények között alakul úgy az étkezésünk, akkor hogy tudunk információt kérni, vagy mire kell felhívni a figyelmet egy étteremben, vagy bármilyen külső helyszínen. Hát, hogy mondjuk egy úgymond általános étteremben megyünk, és van egy gluténérzékenységem, akkor nagyon fontos, hogy ne legyen semmiféle keresztényezettsége az ételnek, ami elém kerül. Ezt el lehet érni egy normál étteremben? Tehát lehet annyira bízni egy ilyen általános étteremben? Most fogalmazunk ilyen pontján, hogy általános étterem. Még pedig akkor érdemes olyan helyre mennünk, ahol speciálisan föl vannak készülve a mi igényeinkre.
Ez attól is függ, hogy a gluténmentességet miért és milyen szempontból kell tartani, vagy miért tartja valaki. Hogyha valakinek diagnosztizált érzékenysége, netán allergiája van, akkor neki mindenképp olyan helyet kell választania, ami garantáltan gluténmentes, hiszen azokon a helyeken a beszerzéstől kezdve a konyhán át, a felszolgálás és minden egyéb olyan szigorúan kell, hogy legyen ellenőrizve, és tudják garantáltan biztosítani a gluténmentességet, hogy akkor biztonságban érezheti magát. Abban az esetben, hogyha valaki már megtapasztalta azt, hogy az ő egyéni toleranciája esetleg magasabb, és hogyha egy minimális mennyiségű gluténnal találkozik, akkor az nem feltétlenül jelent nála kellemetlen tünetet vagy állapotromlást. Ez esetben akár elegendő lehet az, hogyha az étteremben ezt jelezzük, viszont ez fontos, hogy akkor mindenképp jelezzük a pincérnek, vagy kérdezzünk rá, hogy megoldható-e, és ez esetben elegendő mondjuk egy köretet gluténmentes alapúra kicserélni, vagy egyszerűen csak az összetevőkről érdeklődni. És ha mondjuk a gluténmentességre törekszünk, akkor milyen más gabonafélét, vagy éppen álgabonát tudunk beiktatni az étrendünkbe? Nagyon jó kérdés, mert gluténmentesen, ha úgy nézzük, nagyon sokféleképpen lehet táplálkozni, hiszen valójában a gluténtartalmú gabonákat kell kizárni az étrendből, ez a búza, árpa, rozs és a zabot is soroljuk ide, bár annak van olyan garantáltan gluténmentes formája, ami sok esetben fogyasztható. Hogyha innen nézzük a kérdést, akkor nem is tűnik annyira összetettnek, hiszen azért ezeken a gabonákon túl is számos közül választhatunk. Valamit egy laikus is ugye megismert, akár a kukorica, akkor ide tartozik, ugye a kukorica, igen, akár a rizs, például akár a burgonya, mert a burgonya nyilván picit azért hizlalósabb történet, hát nem is hogy annyira egészséges, de még az is tud gluténmentes lenni. Így van, tehát ezen felül pedig érdemes úgy tájékozódnunk és döntenünk, hogy ne ragadjunk le a hagyományos vagy a legnagyobb gyakorisággal előforduló gluténmentes alapanyagoknál, amiket most nagyon jól fel is soroltál, hanem ez esetben is, ami alapvetően fontos egy étrend esetében, hogy próbáljunk minél változatosabban, vegyesebben táplálkozni, minél sokszínűbben. És amikor a sokszínűséget említjük, akkor nem csak a zöldségek és a gyümölcsök esetében, hanem mondjuk a gabonafélék közül is. Tehát gluténmentes étrendnél nagyon fontos, hogy a rizs és kukorica mellett, vagy azon túl ne felejtsük el, hogy a nagyon értékes ősgabonánk például a köles, ami nagyon sokféleképpen használható és fogyasztható, akár a cirok ugyanígy, illetve a bizonyos álgabonák, amik növénytanilag nem a gabonák közé sorolandók, viszont termesztés szempontjából kinézetre, felhasználhatóságra és tápértékben is hasonlóak a gabonafélékhez. Ezek az álgabonák például a hajdina, az amaránt és a kínoa. Tehát, hogy próbáljuk meg ezeket is keresni a gluténmentes termékekben. De akkor ez egy ilyen termékcsalád, akkor ez már létező? Tehát, hogy nekem például, meg azt gondolom, hogy sokunknak annyira rohanó az életem, az életünk, annyi mindenre kell figyelnünk, nyilván a család, a munka, akár a szabadidő, hogy ebben még beépíteni egy ilyenfajta étrendváltást, úgy, hogy akkor én otthon mondjuk egy ilyen kinoa kenyeret megalkossak magamnak, szerintem az lehetetlen, ezt így merem borítékolni, de akkor hová fordulhatok segítséget? Hiszen az a legjobb, hogyha valamit gyorsan meg tudom vásárolni, és készen van ez a bizonyos akár gabona, a kenyér, akár pedig, akár a péksütemény. Így van, ez abszolút életszerű, amit említesz, és erre talán nagyon előnyös, hogy a mai világban azért nagyon sok információ vesz minket körül. Értem ez alatt azt, hogy akár szakember dietetikus révén, vagy akár szintén gluténmentesen táplálkozókkal beszélgetve, vagy ilyen fórumokon tájékozódva, azért láthatjuk azt, hogy ma már a gluténmentes termékeknek a kínálata, és amit már említettünk, hogy a gluténmentes, garantáltan gluténmentes pékségeknek vagy éttermeknek a száma is egyre növekszik. És akkor van erre valamiféle mondjuk egy ilyen jel, hogy akkor megbízható gluténmentes pékség, vagy minősítés erre vonatkozóan, hogy létezik már ilyenfajta minősítés? Hát hogyan lehetek nyugodt abból, hogy ott biztosan nem lesz semmiféle keresztszennyeződés sem? Egyrészt a gluténmentes termékeknek, alapanyagoknak is van ilyen minősítése, és kell is. Tehát, hogy ha valaki akár egy péküzem, vagy egy étterem vezetőjeként szeretne erre figyelni, akkor nem csak az étterem és az üzem helységei és egyebekre kell odafigyelni, hogy ne történjen keresztényeződés, hanem olyan
minősítéssel rendelkező termékekkel kell dolgoznia, olyan alapanyagokból, amikkel ezt biztosítani tudja. És attól, hogy valami mentes, mondjuk akár válunk a mindenmentesről is, azt nem tudom már, mi az, ami benne lehet egy ilyen mindenmentesben, de attól ez még lehet finom, lehet ízletes, és valóban lesz kedvünk megenni akár másnap, harmadnap is? Tehát, hogy nem legyen az életkedvünk attól, hogyha mindenmentesen kell étkeznünk? Nem. Nem nyugtató. Mindig szeretem is erre a hangsúlyt fektetni a hozzám fordulóknak is, hogy tény, hogy nem egyszerű, tény, hogy változtatni kell. Biztos, hogy egy tanulási folyamat, idő, energia, türelem, mire az ember ezt megszokja. Átállunk gyakorlatilag egy új étrendet, egy új életformát kell kialakítanunk. Így van, és minél több akár allergénre kell odafigyelni, vagy még azon felül, hiszen a mentes étkezés nem feltétlenül csak az allergénekhez köthető, ugye manapság a cukormentes, hozzáadott cukortól mentes kérdés is nem véletlenül annyira hangsúlyos, hiszen nagyon sok olyan állapot van, szénhidrát anyagcsere zavar, aminek az étrendi szempontjai között ez is szerepel. Minél több mindenre kell odafigyelni, annál összetettebb. Ebben is azt gondolom, hogy szakember tud leginkább segíteni, de szerencsére ma már vannak olyan előállító helyek, beszerzési helyek, ahol többféle mentességnek, vagy többféle étrendi szempontnak megfelelően is találhatunk olyan terméket, amit nem szeretnénk, hogy hiányozzon az étrendünkből. És nem is véletlenül ülünk akkor éppen itt a Tibi Dabóban, mert hogy ez is egy olyan hely, ami abszolút megbízható, garantáltan mindenféle keresztényezésre mentes, akár gluténmentes termékeket is tudunk beszerezni. Sőt, úgy tudom, hogy itt van talán a legnagyobb választék Budapesten, mindenféle 50-100 hányféle lehetőség közül választhatunk itt? Igen, körülbelül 50 féle kenyér, kifli, zsemle, pékáru, péksütemény. Akár édesség is, az jól hangzik. Található a kínálatban, így van, bőven akad közöttük édesség is, de ugyanúgy a sós termékeknek a kínálata is bő, és minden termék garantáltan gluténmentes, de többféle mentességnek is megfelelnek a termékek. Vannak olyan termékek, ami glutén és például laktózmentesek, vannak olyanok, ami glutén és tejmentesek, olyanok is akadnak, amik tojásmentesek is, tehát így már mondjuk megfelelnek a vegán szempontoknak is, vegán étrendet követőknek is alternatívát nyújtanak. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy itt Budapesten belül az egyik legszélesebb és legbővebb kínálattal rendelkező mentes pékség. Mi az, amit át tudnál adni nekem így megerősítésképpen, hogy hogyan érdemes tovább csinálni gluténmentesen az életet? Egyrészt ugyanazokat az alapelveket tudom elmondani, amit egy nem gluténmentes étrend esetében is, hogy tudatosan, változatosan, mértékletesen, hogyha három alappillére kellene gondolni, akkor talán ezt emelném ki. Emellett arra, hogy a gluténmentes alapanyagok közül is a lehető legszélesebb kínálatból válasszunk, és minél vegyesebben, változatosabban fogyasszuk őket. Hiszen egy-egy élelmiszer csoport nem véletlenül nevezhető egy csoportnak, vagy tartoznak egy halmazba, hiszen hasonló tápértékekkel, táplálkozási élettani tulajdonságokkal bírnak. De például a gabonák, vagy akkor most beszéljünk a gluténmentes gabonák, álgabonák halmazáról, ott is azért megkülönböztethetjük, vagy kimutatható lenne, hogy melyik az, aminek egy picit alacsonyabb a szénhidrát tartalma, magasabb a fehérje tartalma, ásványi anyagok közül is tudunk ilyen különbségeket említeni, de hogyha minél vegyesebben fogyasztjuk ezeket az alapanyagokat, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy minden fontosat a kellő mennyiségben, minőségben adjuk meg a szervezetünknek. És semmiképpen ne okoskodjunk, hanem akkor forduljunk szakértőhöz, és a szakemberrel közösen alapítsuk ki ezt a fajta új étrendet, életvezetési stratégiát, stílust. Viszont jön a karácsony. Karácsonyra hogyan készülhet az, akinek valamiféle ilyen toleranciás problémája van, aki valamivel küzd éppen? Az, amiről le kell mondanunk, akkor tisztázzuk, le kell mondanunk bármiről, a finom falatokról. Igazából ünnep ide vagy oda, ha leegyszerűsítjük, akkor... Itt most nem lehet csalónak, mint az edzéseknél, ugye gondolom? Nem, tehát vagy... allergének, hogyha valakinél diagnosztizált érzékenység, allergia van, akkor nem érdemes, és nem is saját javasolt. Saját fontolt érdekünk, hogy ne csináljunk egy-egy ilyen csalónapot. Hogyha valaki más meggondolásból választja a gluténmentes étrendet, neki nyilván egyéni döntésétől függően beleférhet. Szóval lemondani én azt gondolom, hogy tényleg csak azokról kell, amik magát az allergént tartalmazzák.
de ettől függetlenül, és ma már akár a receptek sokaságával, másrészt a beszerzőhelyek egyre nagyobb lehetősége kapcsán karácsonyra is be lehet szerezni készen kapható gluténmentes, vagy akár több allergéntől mentes beiglit, mézes kalácsot, és akkor biztos, hogy nem otthon kell kísérleteznünk és izgulnunk, hogy vajon sikerül-e, hiszen ez azért fontos tudni, hogy a mentes alapanyagok és a gluténmentes gabonákra, az abból készült lisztekre, keményítő, bármi, ami hát, a sütéshez kell. A főzésre, ezek az alapanyagok másként viselkednek, mint egy hagyományos búzaliszt. Más a vízmegkötő képességük, más rosttartalommal rendelkeznek. Akkor ez azért idő kell, energia, meg az ember kitapasztalja, hogy éppen hogyan reagál egyfajta sütési, főzési metódusra, mint amit megszoktunk a hagyományos tisztből. Így van, nem lehetetlen. Jó, hogyha készen vásároljuk, én azt gondolom, sokkal gyorsan. Így van, rutint igényel, és még ami ezzel kapcsolatban fontos, hogy kevés az olyan mentes alapanyag, például liszt, ami önmagában jól és könnyen alkalmazható. Tehát nem véletlenül vannak készen kapható mentes lisztkeverékek, illetve a legtöbb mentes termékben nem egyfajta gabona alapanyag van, pont emiatt, hogy ez fontos ezeknek az aránya, és hogy még mi kerül melléjük, hogyha a kenyeret szeretnénk sütni, süteményt, kalácsot, bármi ilyesmi. Ez egy fontos know-how lehet minden egyes pékség életében, hogy akkor hogyan van összeállítva az a bizonyos keverék, amivel ők dolgoznak, hogy abból mondjuk rengetegféle, vagy abból sokféle van, akkor ezek szerint rengeteg időt is töltöttek azzal, hogy nekünk a legjobbat összeállítsák. Így van. Van itt előttünk egy könyv, erről mi az, amit érdemes tudni? Ez a Tibidabo pékségnek a katalógusa. Ez mindig itt van a pékségben, pont azért, hogy a hozzánk betérők, hogyha információt szeretnének a termékektől, természetesen személyesen is tudnak kérdezni a pékség dolgozóitól, de ez bármikor leemelhető és átlapozható, és minden... Megvallom őszintén, hogy nekem azért itt voltak parkolási problémáim, azért itt a Dohány utcában nem annyira könnyű leparkolni, és nem is vagyunk annyira közel, éppen a harmadik kerületben, hogy mi van, hogyha mondjuk én szeretném házhoz rendelni ezeket a finomságokat. Az is megoldható, arra is van alternatíva? Így van, üzemel egy webshopunk is, ami a weboldalról érhető el, és megoldható a házhoz szállítás, országos kiszállítás van. Ó, zseniális! Nagyon fel vagytok készülve, kérem! És fagyasztott termékek is elérhetőek, viszont azok csak budapesti kiszállítással, de azzal is azt szerettük volna minél inkább erősíteni, hogy a fogyasztóknak megadjuk azt a kényelmet és frissességet, hogy ha fagyasztott terméket vásárolnak, és otthon a méhütőben terülnek, akkor bármikor elővegyék, és van olyan fagyasztott termékünk, ami már elősütött, tehát csak fel kell engedni, mert tehát készre sütött. Be kell melegíteni, be kell tenni a sütőbe, amik az sem kell. Olyan is van, amit nem kell, csak igen, és olyan is van, amit pedig egy rövid sütés, rövid sütési idővel, teljes frissességben tudják. Hát aztán találni mondjuk a család előtt egy ilyen vasárnapi reggeli, mégis meleg végsüteményre, és kisegyet tenni a lábamat otthonról. Így van. És ez esetben viszont a webshopban is minden terméknél ugyanezek az információk, tehát nagyon fontos összetevőlista, tápértéktáblázat és az allergénjelölések megtalálhatóak. És mennyire gyors a kiszállítás? Mondjuk ma megálmodom, és holnapra már ott is van? Igyekszünk a lehető leggyorsabban kiszállítani a termékeket, de nyilván erről mindig pontos információt kapnak a vásárlók. Vajon mi az, amiért ezt a hivatást választottad magadnak, és ezen belül miért pont ezt a szakterületet? Egyrészt azért, mert a dietetika szakma nagyon sokoldalú, sok területen kipróbálhatja magát az ember, és átadhatja azt a tudást, amivel utána nagyon sokaknak a mindennapjait tudja segíteni, és egy egészséges életmód és kiegyensúlyozott táplálkozáshoz tud segítséget nyújtani. A pékség kapcsán pedig itt szakértői feladatokat látok el, a termék fejlesztés folyamatától, akár egy-egy ilyen termékismertető összeállításáig, tápértékszámolás,
allergének meghatározása, illetve mindenféle informatív tartalom, amit a weboldalon, a webshopban, vagy a social media különböző felületein osztunk meg. És hát egyrészt azért, mert nagyon jó összetételűnek találom a termékeket, nagyon széles a kínálat, amire tapasztalom is, hogy mekkora igény és szükséget van. Nem csak a pékségben dolgozom, tehát egyéni tanácsadásokat is tartok egy magánorvosi centrumban, és ott főleg szénhidrát anyagcsere zavar kapcsán keresnek meg a páciensek, és hát nyilván az ő esetükben is tapasztalom, hogy mekkora igény van rá, és szakmailag pedig nagyon jó alternatíva például a pékségnek a legtöbb terméke, hiszen a gluténmentesség mellett a legtöbb termék a hagyományos fajtájához képest alacsonyabb szénhidrát tartalommal rendelkezik, sok esetben magasabb fehérje és alacsonyabb zsírtartalommal, de ami még inkább fontosabb, mondjuk egy szénhidrát anyagcsere zavar esetén, gondolok itt inzulin rezisztencia vagy cukorbetegség kapcsán, az a rost tartalom, ami ugye szépen tudja befolyásolni a vércukorszint emelő hatást, és a termékeink olyan termékeket kell akkor választanunk, amiben magas a rost tartalom is. Hát lehetőleg alacsonyabb a hagyományostól alacsonyabb szénhidrát tartalom, magasabb rost tartalom, illetve hát ugye a hozzáadott cukornak a kérdése. A termékeink esetében a legtöbb termék, amiben édesítő anyag kerül, az almacukor, ami megfelel. Hát egy egészséges alternatíva. Így van, tehát a hagyományos finomított cukorhoz képest egy alacsonyabb glikémiás indexű, vagyis sokkal kiegyensúlyozottabban emeli meg, és lassabban a vércukorszintet, mint a hagyományos cukor. És van egy pár termékünk, a gyümölcsös piték, amik pedig eritrittel kerülnek édesítésre, ez is egy jó alternatíva, hogyha valakinek erre figyelni kell. Akkor akár lehet testsúlyt is csökkenteni, jól értelmezzem? Most sem árt, ugye, egy bizonyos kor fölött, hogy a hölgyek tudnak vigyázni a vonalaikra. Testsúlyt csökkentő étrendbe is jól beilleszthetők a termékek, hiszen főleg, ha valakinek meghatározott szénhidrát tartalma az étrendje, ami általában azt is jelenti, hogy egy-egy étkezésre is meghatározott szénhidrát tartalmú ételt fogyaszthat, akkor sokkal jobban beleférnek ezek a termékek, de táplálkozás élettani szempontból is, tehát értékes gabonákból, álgabonákból készülnek. Ugye a rost tartalom az a bambuszrost lisztnek és az utifűhelyi mag. Igen, bambusz, onnan tudod akkor mondani, utifű, maghéj, azt akarod? Igen. Ja. Szóval bambuszros lisznek és utifű maghéj lisznek köszönhetően nyerik el a magasabb rost tartalmat. Vannak-e sláger termékek? Abszolút. Egyrészt a kenyérfélék, amikre talán mondhatjuk, hogy a legnagyobb a kereslet. Ami még nagyon közkedvelt, az a sajtos pau. Az micsoda, az melyik? Sokan is összemár, és akkor vegyük elő inkább ezt. Maga a PAO, gyakori kérdés, hogy mit jelent és mit akar a PAO. Igen. Ez a PAO egy braziliai fogalom vagy elnevezés. Brazília egy bizonyos részén egy nagyon hagyományos és jellegzetes sajtos puffancs. Ha szó szerint nyersen akarjuk fordítani, akkor kenyeret jelent, de hát azért egy kenyértől eltérő az állaga. Én azt szoktam inkább mondani, ha itthon kérdeznek erről, hogy a magyar tipikus sajtos pogácsához hasonlít, viszont annál azért egy sokkal különlegesebb élményt ad. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy kelesztés nélkül készül, másrészt a tésztájába kerül a saj, tehát ahogy láthatjuk, nem a tetejére. Ő a sajtos pau, igen, okay. Ő gluténmentes, viszont laktózmentes sajtot, illetve tojást tartalmaz, úgyhogy a gluténmentességet tudom leginkább kiemelni. Ami még különlegessége, és ezáltal is megfelel a gluténmentességnek, hogy tápióka keményítővel készül. Ez is egy picit hozzájárul a különleges ízéhez és állagához, de nagyon-nagyon közkedvelt, úgyhogy mindenképp javaslom, hogy akkor azt mondom, javaslom, hogy kóstolj meg. Mennyire nehéz innoválni egy ilyen tematikában? Tehát mennyire nehéz újat kitalálni, vagy mennyire van igény az újdonságra? Igény, azt gondolom, hogy abszolút van. Megálmodni, fejleszteni már egy bonyolultabb és hosszabb folyamat, de szakértőként ebben is szoktam segíteni a pékségnek a munkáját, illetve a
pékségnek az üzletvezetője, és a pék is nagyon kreatív és motivált ilyen irányban. Hogy egy ilyen munkában kész meg, akkor a jobbnál jobb, finomabbnál finomabb, és újabbnál újabb falatag. Így van, próbálunk a szezonalitásra is hangsúlyt fektetni, hogy idén ősszel egy sütőtökös muffin volt újdonsága kínálatban, és így közép-hosszú távon pedig a cukrászati vonalnak az erősítése, ami most elsődleges terv és cél. Ennek is van már egy képviselője a pékségben, egy csupacsoki torta, ami több allergéntől mentes, úgyhogy próbáljuk ezt a vonalat. Hát azt gondolom, hogy erre legalább akkora igény van, mint a mentes péktermékekre, úgyhogy ilyesmiben gondolkodunk. Tehát megvan a kihívás, már csak meg kell neki felelni, és azt kívánom, hogy akkor sikerüljön is. Köszönjük szépen. Akkor megkóstolhatom? Igen. Köszönöm. Jó étvágyat. Köszönöm szépen. Tartalmas. Igen. Picit sűrűbb, tehát hogy ez az élesztős keltészta hatás kicsit elmarad, de, igen. De kellemes és nagyon finom sajtos. És nagyon jó az illata is, így van. Hát akkor próba cseresznye. Próba, Paul. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.